Rotyogott az ebéd a bográcsban, 11 főzőcsapat készült a legkülönfélébb ételekkel. A gyerekek színeztek, kirakósoztak, de voltak, akik gipszfigurákat festettek ki, míg a Bágertó partja horgászokkal telt meg. Mindez május 11-én szombaton, azon a jótékonysági horgászversenyen és családi napon, amit ezúttal a Példa Egyesület és a horgászversenyek szervezője Horváth Imre rendeztek. A Példa Egyesület két évente szervezi meg családi napját, eddig Dunaszigeten, idén pedig úgy döntöttek, hogy a két nagy sikerű rendezvényt összekötik, és a Bágertóhoz várták a segíteni vágyókat. A jótékonysági horgászverseny és a harmadik példás családi nap teljes összegét a gyermekek átmeneti otthona javára fordítják, amit a megnyitón a fenntartó intézmény vezetője meg is köszönt. Hatalmas csoda vált ma valóra. Januártól elkezdődött ennek az eseménynek a szervezése. Álmodni sem mertem volna, hogy ilyen erős összefogás és ilyen tenni akarás fog ma megvalósulni. Én nagyon hálásan köszönöm a magam és természetesen az ellátott gyermekek nevében ezt a csodás jótékonykodást, ezt a csodás összefogást. A megnyitó keretében aztán dr. Iváncsics János alpolgármester, valamint Stár Katalin, a gyermekek átmeneti otthonának fővédnöke is megköszönte az összefogást, ami az idei évben minden előzetes várakozást felülmúlt. Ugye a városlakók megszokhatták, hogyha mi valamilyen jótékonysági programot szervezünk, akkor nem úgymond öncélúan csak a saját javunkra, hanem mindig valamilyen célt meg szoktunk jelölni. Ezúttal a gyermekek átmeneti otthonát céloztuk meg. Az elsődleges cél az az, hogy a gyerekek eljussanak onnan a Balatonra. Most viszont látva az összefogás erejét, én azt gondolom, hogy ennél nagyobb álmokat is lehet szövögetni. A Futura kalandoboza, kézműves vásár, arcfestés és csillámtetkó gyermekprogramok várták a kisebbeket, de nem maradhattak el a kísérő programok sem. Így többi között felléptek a Pandora törzsi táncosai is. Ezúttal 41 horgász állt a jó ügy mellé, akik 8 órától délután 4-ig versenyeztek a megszokott keretek között. A célkitűzésünk 3 millió forint volt, és az már reggel a nevezési díja megtelt, tehát innentől kezdve számunkra ez most már örömünnepnek számít, és reméljük, hogy minél többen még a élőadás alatt is fognak utalni, erre biztatok mindenkit. Aki tudja, hogy milyen, hogyha az, hogy a gyereket ki kell emelni egy családból, hogy támogassa a mosolyukat, meg a balatoni nyaralást. Én a titkos vágyam, hogy most még 3 millió forint után 1 milliót össze tudunk szedni, tehát én titkos célkitűzésem a 4 millió forint lett így. A titkos álom pedig valóra vált, hiszen a nap végére több mint 4 millió 200 ezer forint gyűlt össze, amit teljes egészében a gyermekek átmeneti otthonának ajánlanak fel. A nap sikerességét tekintve a jövőben is folytatják a közös együttműködést, hogy minél több rászorulón tudjanak segíteni.